mellékpajzsmirigynek a neve egy kicsit félrevezető, mert ugye benne van a pajzsmirigy, de igazából nincsen közük a pajzsmirigyhez. Annyi közük van, hogy nagyon közel vannak hozzá. Amikor ezeket felfedezték, akkor azt hitték, hogy összefüggenek vele, de valójában nem. Pajzsmirigy mögött helyezkednek el, 4 vagy 5, leggyakrabban 4 pici kis pár milliméteres mirigyről beszélünk, amely annyira közel van a pajzsmirigyhez, hogy sok esetben be is ágyazódik a pajzsmirigy állományába. Ezt nem is nagyon lehet elkülöníteni képalkotó vizsgálatokkal sem, tehát ultrahanggal, CT-vel sem feltétlenül. Amikor ezek megbetegszenek, akkor válnak általában láthatóvá. A mellékpajzsmirigyben tulajdonképpen egyetlen, vagy mellékpajzsmirigyekben egyetlen fontos hormon termelődik, ez pedig az úgynevezett paratireoid hormon, vagy parathormon, ami a szervezetünknek a kalcium háztartásáért felelős. Hasonlóan a pajzsmirigyhez itt is lehet túltermelődés, vagy alultermelődés, alulműködés. Az utóbbi az elég ritka, tulajdonképpen akkor szokott előfordulni, hogyha valamilyen nyaki inzultus történik a pácienssel, valamilyen műtét, leginkább pajzsmirigy műtét, vagy egyéb nyaki műtét, és ennek során eltávolításra kerülnek a mellék pajzsmirigyek, nyilván akkor nem tud termelődni hormon bennük, vagy ritkán előfordulhatnak bizonyos autoimmun betegségek, amik megtámadják ezeket a pici mirigyeket, és akkor ezek így elpusztulnak. Illetve még ha valamilyen sugárkezelés történik a nyakon, akkor is előfordulhat a mellékpajzsmirigyeknek a működés csökkenése. A túlműködésük az már jóval gyakoribb. Viszonylag egyébként kevésbé ismert betegségről van szó, annak ellenére, hogy a harmadik leggyakoribb endokrin betegségnek tartják a diabétesz és a pajzsmirigy betegségek mellett. Ha túl sok parathormon termelődik, akkor a kálcium szint megemelkedik a vérben, és ennek látjuk tulajdonképpen a következményét a tünetekben. Vesekőképződés alakulhat ki, ugye a szervezetünk próbál kompenzálni, megpróbál a vesén keresztül megszabadulni a magas kálcium szinttől, de ez vesekőképződésre hajlamosít, illetve vesekőképződést okozhat. Ezen kívül ezt a kálciumot a szervezet ugye honnan szerzi? Hát leginkább a csontokból tudja kivonni, tehát csontritkulással szokott járni a mellékpajzsmirigy túlműködés, de a túl magas kálcium szint az különféle vizelési, egyéb vizelési problémákat is okozhat, idegrendszeri problémákat okozhat, pszichés problémákat is, úgyhogy nagyon komoly tünetei lehetnek ennek is. Viszonylag egyszerű diagnosztizálni a mellékpajzsmirigy túlműködést, ezt vérvétellel a parathormon szintjének a megmérésével lehet legegyszerűbben diagnosztizálni. Nyilván általában a magas kálcium szint miatt kezdik el a pácienseket vizsgálni, de például érdemes az urológusoknak elküldeni parathormon vizsgálatokra a gyakran visszatérő vesekövességgel jelentkező betegeket, vagy a kétoldali vesekövesség miatti betegeket, ilyenkor nem ritkán ez áll a háttérben. Amennyiben igazolható a mellékpajzsmirigy túlműködés a magas parathormon szinttel, utána meg kell keresni, hogy honnan ered ez a túlműködés, melyik mirigy az, amelyik túlműködik, ugyanis ezek a mirigyek ezek legtöbbször így megnagyobbodnak, átalakulnak, úgynevezett egy jóindulatú daganattá, adenómává, amivel a fő probléma az az, hogy ezek termelik túl a hormont kontroll nélkül, a szervezetnek a szabályozása alól kiesve, és hát ezeknek a megoldása az sebészi megoldás az esetek túlnyomó többségében, magyarán ennek a túlműködő kis adenomának a műtéti eltávolítása. Ezeket ugye meg kell találni, ilyenkor már láthatóvá válnak sok esetben ultrahanggal vagy CT-vizsgálattal, de vannak speciális izotópos vizsgálatok, úgynevezett mellékpajzsmirigy szintigráfiás vizsgálatok, amikkel szintén láthatóvá tehetők, és hát így lehet a sebésznek kijelölni, hogy melyik mirigyet távolítsa el. Néha előfordul, hogy több mirigy is megnagyobbodik, vagy akár az összes, ilyenkor más kezelési módszereket szoktak használni, vagy szoktunk használni, vannak gyógyszeres kezelési lehetőségek a kálcium szint csökkentésére. Ez volt eddig ugye az elsődleges mellékpajzsmirigy túlműködés, ez az egyik leggyakoribb. A másodlagos mellékpajzsmirigy túlműködésről, vagy hiperparatireózisról akkor beszélünk, ha valamilyen oknál fogva a szervezetbe a kálcium szint elkezd csökkenni. Ez leggyakrabban veseelégtelen betegeknél van, akik nem tudják a kálciumot visszaszívni, vagy dialízis alatt álló betegeknél, vagy például valamilyen kálciumfelszívódási zavar van a bélrendszerben. Ilyenkor ugye alacsony a kálcium szint, a szervezet ezt érzékeli, és ezt úgy próbálja kompenzálni, hogy megemeli a parathormon szintjét, amivel megpróbálja bent tartania, vagy visszatartani a kálciumot a szervezetben. Ugye ezt részben a felszívódás fokozásával, részben pedig a csontokból való kálcium kinyeréssel éri el. Nagyon fontos, hogy a kálciumnak egy fix, egy nagyon szűk tartományban levő szintje legyen a vérben,
és hát ezt igyekszik a parathormon elérni. Viszont ennek ugye az a következménye, hogy magasabb lesz a parathormonnak a szintje. Tehát ilyenkor a típusos laboratóriumi kép az úgy néz ki, hogy a kálcium az normál, vagy inkább az alacsony tartományban van, még a parathormon magas, szemben a primer hiperparatireózissal, amikor mind a kettő magasabb parathormon is, és a kálcium szintje is. A szekunder, tehát másodlagos hiperparatireózisnál mindig az alapbetegséget kell kezelni, tehát a veselégtelenséget megszüntetni, a felszívódási zavart megszüntetni, és így lehet elsősorban a betegséget kezelni, illetve nagy adag D-vitaminnal lehet a kálcium felszívódást fokozni, hogy megfelelő legyen a kálcium szint a szervezetben. És nagyon ritkán előfordulhat harmadlagos mellékpajzsmirigy túlműködés. Ez tulajdonképpen az, amikor a másodlagos elsődlegessé válik. Ugye itt ez ilyen furán hangzik, de ez azt jelenti, hogy a valamilyen kiváltók következtében kompenzáló működést folytató mellékpajzsmirigy egy idő után autonómmá válik. Ez azt jelenti, hogy ha már megszűnik a kiváltó ok, akkor is fennmarad továbbra is a túlműködése, a parathormonnak a túltermelése, és így autonómmá válva tulajdonképpen úgy kezd el viselkedni, mint egy elsődleges hiperparatireózis. Ilyenkor megint a műtéti eltávolítás marad a megoldási lehetőség.